Nagyport kavar a munkában lévő kombájn ezen a Tímár melletti szántóföldön, miután május óta hatalmas az aszály a térségben, a szokásosnál egy héttel hamarabb elkezdték betakarítani a búzát. A szárazság rányomta a bélyegét a termés mennyiségére, a tavalyi hozam alig több mint harmadát tudják csak learatni. Az elmúlt évi rekordtermés, hiszen megyek kukoricából és buzából is, kalászosokban nagyon szép eredményeket ért el. Most körülbelül 40%-osak a számaink. A nem öntözött területek azok 3-4,5 tonna között. Hát most konkrétan ez a tábla, ahol állunk, ezt öntöztük. Ez az első ilyen öntözött tábla. Úgyhogy ez remélem, hogy egy 4,5 tonna körül fog zárni. Ez pedig már azoknak a raktáraknak az egyike, ahová beszállítják a learatott termést. Egyelőre kérdéses, hogy a búzának hány százalékát tudják hasznosítani a malmok. A termés minősége ugyanis furcsa módon számukra túl jó, ami azt jelenti, hogy aránytalanul magas a fehérje tartalma, amiből nehezebb lisztet előállítani. Pásztor András szerint a magyarországi ellátás nem lesz veszélyben, a kenyér árának további drágulására azonban jó esély mutatkozik. Nagyon sok összetevős jelenleg a helyzet, hisz ugye tudjuk, hogy egy háború kelős közepén vagyunk. Ugye egy Ukrajna, aki óriási ugye szerepe van a világpiacon, búzában is, hát nyilván egyebekben is, és hát nyilván az itteni dolgokat nehéz felmérni nekünk, ugye, mert Szabolcs megye ilyen szituációba került időjárás miatt, viszont Dunántúlon jó termések, tehát a országos átlagot legalábbis körülbelül egy másik 2 millió tonna exportra számolnak, tehát a magyar igényeket biztos, hogy ki tudjuk jó minőségben elégíteni, az árak pedig hát elindultak aztán, hogy hogy fognak alakulni, és tudjuk az elmúlt időben minden ár rendkívül ugrált, bizonyos szempontok beléptek, akkor csökkent, más szempont esetén emelkedett. Én úgy gondolom, hogy ez a 3 és 4,5 tonnás, búzátlagok, ezek nincs olyan ára, ami már nyereségessé tudja tenni. A búza mellett Tímáron kukoricát is több 100 hektáron termeszt a társaság. Itt sem reménykeltő a helyzet, a napi 7-8 órán át tartó 35 Celsius fok körüli hőmérséklet okozta károkat, öntözéssel is csak csekély mértékben lehetett enyhíteni. Egyelőre még kérdés, hány százaléka vész kárba a növénynek egyes területek regenerálásához jelentős mennyiségű esőre és többnapos lehűlésre lenne szükség.